Megérkezett a tavasz, a Tolnai megyeszékhelyen elkezdték a zöldítést. A Barátság utcai Generációk parkjához 6 darab nyírfát ültettek el a napokban, de ez csak a töredéke annak, ami a tervekben szerepel. A Városfa Program nevű országos kezdeményezés keretein belül jutott hozzá Szekszárd is 20 darab csemetéhez, hiszen első körben a tavaszi mintaültetéseket az ország megye székhelyei és a megyei jogú városai végzik el. Szekszárdon azonban egyéb tervekkel is készülnek a környezet megszépítése és a zöld területek növelése érdekében. Nagyon sok ilyen árokpart, rézsű van Szekszárdon, és ezeknek a kaszálása meglehetősen macerás, és nem is olcsó ezeknek a karbantartása. És az volt az én elképzelésem, hogy próbáljuk meg ezeket a rézsüket cserjékkel beültetni, és főkertész asszony azt mondta, hogy ez szakmailag teljesen rendben van, úgyhogy az idei évben 1-2 ilyen próbaültetést fogunk végezni. A megyei jogú város nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére, így létrehoztak egy klímaalapot, melyre 2 millió forintot különítettek el a költségvetésből. Ennek egy részéből szeretnék támogatni a szekszárdi sétapálca ötletét. Ez egy hegyes végű bot, amivel úgy lehet összegyűjteni a szemetet, hogy nem kell hozzá lehajolni, és a kezünket sem kell bekoszolni. Ebből szeretnénk egy ilyen mozgalmat, hogy minél többen használják, és minél többen tartsák így rendben a környezetet. De azt azért el kell mondanunk, hogy a szemét magától nem kerül oda, ahol van. Tehát nyilván azt valaki eldobja, úgyhogy itt még egyszer és újra szeretném azt mondani, hogy itt azért a szemléletet is kell formálni, hogy ne kerüljön eldobásra ez a hulladék. A zöld területek rendbetételének egyéb részleteit áprilisban hozzák majd nyilvánosságra.